Államcsőd és konszolidáció. Hus Gulden, 1813. A napóleoni háborúk által okozott 1811. évi államcsődöt követően az uralkodónak, Ferenc osztrák császárnak és magyar királynak meg kellett ígérnie a lakosságnak, hogy az új papírpénzek számát nem szaporítja tovább. A franciák elleni háborút azonban tovább kellett finanszíroznia, így egy a későbbiekben behajtandó földadóra adtak ki Anticipation Sein néven előlegzési jegyeket 1813-ban. A 2, 5, 10 és 20 guldenes címletekben kiadott papírokat a lakosságnak 12 év alatt kellett volna kifizetni. Az egyszerű kivitelű jegy szöveges részének négy sarkában egy-egy száraz bélyegző lenyomata figyelhető meg, rajtuk a Ferenc birodalmához tartozó országok címereivel, ahol a pénzjegyek forgalomba kerültek. Balról jobbra és fentről lefelé így az Osztrák Császárság, Magyarország, Csehország és Galícia címereit láthatjuk. Az 1813-as kiadású pénzek első 45 millió forintját Ferenc ígérete ellenére számos titkos kibocsátás követte. A radikális reform csak ideiglenesen tudta biztosítani az államháztartás egyensúlyát. Hosszú távon nem jelentett megoldást. Az új pénzjegy tényleges piaci árfolyama jóval alacsonyabb volt a névértékénél, ami újabb leértékelés árnyékát vetítette előre. A háborúk lezárta után, 1816-ban ez be is következett, amikor visszatértek a csőd előtti konvenciós értékhez. Az 1811-es és 1813-as jegyeket hivatalosan 1858-ban vonták ki a forgalomból.